Ipak rusa unzare liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Die Volkszählung hat begonnen. Es ist wichtig, Ihre Nationalität anzugeben. Deutscher Nationalfeiertag in Kakas. Das Programm wurde zum zweiten Mal in der Siedlung veranstaltet. Erntefest und Deutscher Tag. Am Magyarszék wurde die Ernten gesegnet. Die Marienstatue in Devecs wurde erneuert. Das sakrale Denkmal wurde im Rahmen des Dorftages gesegnet. In Ungarn hat die Volkszählung begonnen. Die Fragebögen können bis zum 16. Oktober online ausgefüllt werden. Danach besuchen Zähler die Haushalte, aus denen der Fragebogen nicht online eingegangen ist. Minderheitengemeinden bitten die Bevölkerung, Fragen zur Nationalität zu beantworten, da die Volkszählung die einzige Datenquelle ist, um die Nationalitätenzusammensetzung unseres Landes zu kennen. Die alle 10 Jahre fällige Volkszählung, die wegen der Coronavirus-Epidemie im vergangenen Jahr auf diesem Jahr verschoben wurde, gibt eine Momentaufnahme des Landes, zeigt zum Spiegel, wie die Ungarn sind, unter welchen Bedingungen sie leben, wie ihre Arbeitsmarktsituation ist und ihr Gesundheitszustand. Die Frage zur Staatsangehörigkeit in der Volkszählung sind besonders wichtig, da die Daten aus den Antworten darauf den Rechtsgrundlage für die Bildung nationaler Regierungen, den Gebrauch nationaler Sprachen bilden und die Arbeit der nationalen Regierungen erheblich unterstützen. Für die Nationalitäten ist es eindeutig wichtig, es war schon immer so. Und wichtig ist es eben deswegen, weil die nächsten 10 Jahre dadurch bestimmt werden, ob da Nationalitäten-Selbstverwaltungen gegründet werden können oder nicht. Wenn nicht, das ist ein Problem. Wenn ja, dann ist es natürlich ein Positivum. Das hängt mit vielen Unterstützungen von den Kulturgruppen zusammen, vom Bildungssystem. Also es ist sehr wichtig. Das ist der Grund dafür. In den letzten 30 Jahren seit der Wende können wir sagen, dass die Zahl derjenigen, die sich für die deutsche Nationalität bekannt haben, ist immer gewachsen. Wir hoffen auch, dass es dieses Jahr auch wächst oder in den 10 Jahren auch wächst. Das hängt ja damit zusammen, dass wir ein hoffentlich gutes Bildungssystem haben, dass diese Kinder, die Abitur schon gemacht haben, auch sich bekennen. Und das muss ein Positivum sein. Natürlich die Älteren oder die ältere Generation hat noch immer diese Angst vor der Vertreibung, weil müssen wir auch sagen, anhand eben dieser Volkszählung oder der Volkszählung von 1941 wurden die Deutschen vertrieben von diesem Lande. Aber hoffentlich, dass die neuere, jüngere Generation und die mittlere Generation das auch nicht vergisst, sondern auch einen Schritt weiter macht und in die Zukunft schaut. Die Sprache gilt im Allgemeinen als der eindeutigste Faktor, der die Nationalität bestimmt, aber das ist nicht immer der Fall. Auch Kultur, Trachten und Musik verbinden die Angehörigen der Volksgruppen. Die Gemeinschaft der Ungarndeutschen ist die größte Nationalität im heutigen Ungarn. Ich glaube, das kann man nicht jetzt in dieser einen Woche oder in diesen 2 Monaten tun, sondern es ist eine ständige, kontinuierliche Arbeit, eben in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen, auch in den Grundschulen, auch in den Kindergärten. Und die deutschen Selbstverwaltungen können durch ihr Wirken, ihre Tätigkeit, dass sie Kulturveranstaltungen machen und dass sie die Jugend mit hineinbeziehen, dadurch einfach von Jahr zu Jahr dafür tun, dass sie die Identität haben, bekommen. Ein bedeutender Teil der Donauschwaben assimilierte im 19. und 20. Jahrhundert und war mit der ungarischen Gesellschaft verschmolzen. Aber einige von ihnen haben bis heute ihre Muttersprache und Kultur bewahrt. Die Donauschwaben stellen den Großteil der Deutschen in Ungarn. Glauben leider, dass die auf die Frage, welche Muttersprache man hat, leider wenige Antworten gegeben werden, dass sie die deutsche Muttersprache haben, weil leider ist die Kommunikationssprache in den letzten 80 Jahren oder 100 Jahren schon ungarisch geworden. Ich glaube, die Kultur bleibt die Kommunikationssprache, trotz dessen, dass die Kinder Deutsch können, aber dass die alltägliche Sprache bleibt ungarisch. Aber das ist bei den Iren auch so, dass sie nicht irisch reden, sondern Englisch, trotzdem gute Iren sind. Wir sind dann trotzdem gute Schwaben. Natürlich muss man das sagen und will ich auch das sagen, dass die Zahl wächst zu den Zahlen, die vor 10 Jahren da waren. Meine Hoffnung wäre, dass die Zahl der
der Erststimmen sozusagen, die zum ersten Mal gesagt haben, beziehungsweise die auf der ersten Stelle sagen, dass sie zur deutschen Nationalität gehören, wächst. Weil da sind ja verschiedene Fragen, gehören sie zu ungarischen, zu deutschen, zu einer kroatischen oder was weiß ich, welche Nationalität. Aber meine Hoffnung oder mein Wunsch wäre, dass die erste Antwort die deutsche wäre. Referendumfragebögen können bis zum 16. Oktober online ausgefüllt werden. Danach versuchen Zähler Haushalte, aus denen der Fragebogen nicht online eingegangen ist. Zum Deutschen Nationalfeiertag in Kakas, der diesen Jahr zum zweiten Mal stattfand, kamen unter anderem traditionelle Stirngruppen aus Moraj, Saka und Boks. Das Hauptziel des Programms war, dass die Teilnehmer die deutsche Kultur und Traditionen gemeinsam erleben und feiern. Harmonika kísérettel vonultak a kakasdi német kisebbségi egyesület tagjai a helyi faluházba, ahol a tavalyi nagy sikerre való tekintettel immáron második alkalommal szervezték meg a német nemzetiségi napot. Illetve Móregyről is érkeztek vendégek, és természetesen több kakasdi csoport is színpadra lépett. Kisebbség, nagyon kisebbségben van Kakasdon, és szeretnénk azt, hogy ez az örökség fent maradjon, hogy tudják az emberek azt, hogy itt igen, valamikor németek éltek, mert a II. Világháborúi Kakas német település volt. A II. Világháború után, amikor kitelepítették őket, 80 család maradt Kakasdon, németekből 417 családból, és hát nagyon feledésbe merült az ő kultúrájuk. Úgyhogy itt a családoknál is, ahol ugye most már nagyon sok a vegyes család, ott is inkább a székely hagyományok őrződnek meg, és szeretnénk, hogyha a németek is mernék vállalni az identitásukat, és bátran őrizzük meg most ezt a kultúrát. Mi az első alkalommal már úgy terveztük, hogy ennek minden évben folytatása legyen, úgyhogy reméljük, hogy jövőre is lesz majd valami. Mindig misével kezdünk, végülis a Szent Mihályhoz kötjük ezt az ünnepet. Szent Mihály a templomunk védőszentje. Most van Szent Mihály nap, ezért ehhez a naphoz kötjük mindig ezt a német nemzetiségi napot. Misével kezdünk, és utána akkor a meghívott vendégek szerepelnek, és akkor velük együtt ünnepelünk. Vannak új vendégek, vannak, akikkel már kapcsolatot ápolunk, úgyhogy hát ez ilyen vegyes teljesen. A csoport elnöke azt mondja, nem egyszerű megszólítani a fiatalokat. A nyáron a táborban sikerült megragadni, úgyhogy én remélem, hogy ennek lesz folytatása, de nagyon sok munka kell ahhoz, hogy a fiatalokba is ezt betápláljuk, és tényleg, hogy élhető legyen meg, hogy éljék ők is meg ezeket a hagyományokat. Einheimische und geladene Gäste trafen sich im Magyarszék zum Erntefest und Deutschen Tag. Das Programm begann mit einem Auftritt der Deutschen Bundesblaskapelle und wurde dann im Rahmen der Heiligen Messe in der Kirche der Heiligen Schutzengel abgehalten und die Ernte nach schwäbischem Brauch gesegnet. Der Tag endete mit einem kulturellen Programm am Nachmittag. Musik.
Szent Mihály napja a népi hagyományban a gazdasági év végét, a betakarítás befejezését jelzi, amikor az idő valóban hűvösebbé, ősziessé válik. Ez a nap a kisfarsang kezdete, mely november 25-éig, Katalin napjáig tart. Magyar széken sváb hagyomány szerint október 2-án betakarítási ünnepet és német napot tartottak. A templomkertben a magyar széki német nemzetiségi fúvószenekar hívogatta zenével a lakosságot az ünnepi szent misére. A magyar széki német nemzetiségi fúvószenekar már 30 éve, több mint 30 éve a településen működik. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Általában van egy törzsgárda tagja, 4-5-en, és ehhez csatlakozik a Komlói Zeneiskola és Pécsi Zenei Iskolákból különböző fiatalok. A fúvószenekar minden évben Pécsen koncertet szokott adni, és a település életében is számtalan eseményen részt vesznek, színesítik a programjainkat. Ez a betakarítási ünnepünk. A maga a betakarítási ünnepnek a jelentése az egy örömünnep. Hálát adunk, egy hála ünnep igazából. Hálát adunk a természetnek, hálát adunk az égieknek, hogy ebben az évben is mindent, amit megtermeltünk, ami megtermett, le tudtuk aratni, le tudtuk szedni, és igazából ez egy ünnep, egy hálaadási ünnep. Ezeken a programokon, ez természetesen időjárástól is függ, de általában 150-200 ember szokott részt venni ezen a programon a településről, és vendégeink is vannak általában. Az idei vendégeink, illetve díszvendégeink a BOI Német Nemzetiségi Önkormányzattól, ők 25-en jöttek BOI-ból. Ennek az apropója az, hogy mi tavaly meglátogattuk őket, és jó sváb szokás szerint visszahívtuk őket idén. A termésért való hálaadással minden vallásban találkozhatunk. A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése alapján október első vasárnapja a betakarítási ünnep. Ekkor a hívek hálát adnak a terményekért, melyeket az emberek javára érlelt a föld, és amiket a helyi plébános meg is áld. A terménybetakarítás az tulajdonképpen egy úgynevezett sváb, német vagy osztrák szokás, vagy régmúlt időkre vezet vissza, és ezt szerettük volna 4-5 évvel ezelőtt újra idehozni közénk, a németséget egy kicsit erre emlékeztetni, és ezért tulajdonképpen egy betakarítási ugye ünnepnek nevezett, mi így nevezzük, kint osztrák Oktoberfestnek hívják, amikor az éves mezőgazdasági évet lezáró ünnep tulajdonképpen, ez is hálaadás arra, hogy a terményeket, és hálaadunk az Úrnak, hogy a terményeinket, kis kertjeinknek, a szőlőinknek a termését segítette és megáldotta, és kérjük rá az Úr áldását. Jellemző a településre a kukorica, búza, gyümölcsök, tehát szőlő gyümölcsök, amit hát itt látnak is, kísérkedtek. Tulajdonképpen minden a búzától tetszik látni, amit és ide tudunk hozni, és ezek jellemzőek. Jó, elég kötött itt a talaj, tehát nem annyira, tehát zöldséget, sárgarépát, ilyeneket nem, az, tehát nem olyan, de azért igyekszünk, és az ember ugye mindent megpróbál, hogy ellássa magát, környezetét. Anyai ágról igen, sváb származású, apai ágról nem, mert a felvidékiről betelepített édesapám, tehát és tulajdonképpen anyai ágról sváb. A férjem az Achte sváb, tehát az igen, tehát én azért, mivel nem vagyok sváb, teljes mértékben nem is tudok sajnos, mert akkor még ugye nem tanítottak németül, és utána ez úgy valahogy kimaradt. Úgyhogy amit bánok, de azért igyekszünk, szeretjük a sváb zenét, a jó fúvószenét, és régi hagyományokat próbáljuk így megőrizni és továbbadni. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt, a 18. század közepéig pedig Szent Mihály napja hazánkban egyenesen parancsolt ünnep volt. A nép az év közepének is tartotta, mivel a mezőgazdaságban dolgozóknak ekkor zárult le a fagyok után kezdődő, az aratással, betakarítással kicsúcsosodó munkaév. In der Welt fand ein Dorftag statt. Das Deutschtum hat im Leben der knapp über 100 Einwohner seit eher eine entscheidende Rolle gespielt. Die Einheimische haben die Marienstatue, die von ihren aus Fulda angesiedelten Vorfahren errichtet wurde, nun restauriert. Das sakrale Denkmal wurde nach der festlichen Messe von örtlichen Pfarrer gesegnet.
Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser fő utcáján található Mária szobrot. A török hódoltság alatt elnéptelenedett baranyai falu ugyanis az 1700-as évek első felében német nyelvű lakossággal települt újra. A hagyományos falunap keretében az ünnepi szentmise után áldotta meg a helyi plébános a most megújult szakrális emléket. Ez a falu akkoriban teljesen német falu volt, 250-260 német lakossal. 19 évvel ezelőtt is már volt egy felújítás, és hát időszerűvé vált. Én, mint a német önkormányzat elnöke és echte svábnak tartom és vallom magam, és erre büszke is vagyok. Időszerűnek találtam, hogy most ismét újítassuk fel, hiszen az őseink hagyták itt értéknek nekünk, és az értékek megóvása, őrzése, mint magánember is, mint német önkormányzat elnöke is nagyon fontosnak tartom. A nyáron elkezdtük a kerítést, azt a képviselőtestület csinálta, és a Kis György, aki restaurátor, ő a szobrot és a talapzatot állította helyre, tehát ő szakszerűen tudta megcsinálni. Mária kék-fehér ruhát visel, és egy félgömbön állva eltapossa a gonoszt és a rosszat szimbolizáló kígyót. A két szín, a kék és a fehér is a tisztaságot jelképezi. Teljesen az eredeti színvilág meg lett tartva, tehát az öltözet, az a kék, ez ugyanígy megvolt, csak teljesen el volt kopva. A koronája, azt kb. 30 évvel ezelőtt, a glóriája, az teljesen drótból volt akkoriban fonva, az teljesen elrozsdásodott, eltört, azt most újat tettünk. Régi vágya a német nemzetiségi önkormányzatnak egy tájszoba kialakítása. Évente megszervezett kirándulásaikon ugyanis ilyen sváb tájházakat látogatnak meg, és nekik is lenne mivel berendezniük pár helyiséget. Gondunk van, mert egyre kevesebben vagyunk igazi tőzsgyökeres svábok itt a faluban. A 70-es években volt egy időszak, amikor nagyon sok elköltöztek innen a faluból, a szomszéd településre, Újpetrére, és másik dolog, szerencsés helyzetben is vagyunk, mert a házainkat meg német állampolgárok vették meg. Igyekszünk összedolgozni minden programjaink, talán az egyik legjelentősebb, ez ami ma is van, ez a Dorfestünk, ami, mivel kicsi falu vagyunk, ez a falunap is itt helyben, és ezt úgymond nagyjából a német önkormányzat finanszírozza. Ezen kívül évente elmegyünk a német önkormányzat finanszírozásával tájházakat megnézni, a hajostól kezdve eleken több helyen jártunk, mert idén Székelyszabaron voltunk, Mikulás csomagot oszt a német önkormányzat a gyerekeknek, az újpetrei német óvodát támogatjuk, nemzetiségi óvodát, az iskolának adunk támogatást, búcsút tartunk, azt is szentmisével. A falu életében mindig jelentős volt a németség, sőt volt olyan időszak, hogy csak németek laktak. Hát megváltozott sajnos ez az állapot, egyre kevesebben vagyunk. A tavalyi évben 8 német idős ember halt meg, tehát az idei népszámlálás és a váltás elég necces lesz a program. Igazából csak az ilyen nemzetiségi napunk van, tehát úgy különösebben búcsút szoktunk még tartani, tehát különösebben ilyen hagyományaink nincsenek, kevés a gyerek. Tehát igazából táncsoport vagy énekkar, tehát 105 lakosa van a településnek, tehát nagyon kis minimális. A szentmise után ebédre és nemzetiségi programra várták az érdeklődőket a szervezők. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.